Sziasztok, kedves Laura és Norman nézők! Nagyon sok levelet kaptunk tőletek az elmaradt múlt heti videóval kapcsolatosan. Olyan intenzív tüdőgyulladást kaptam, amitől kórházba kerültem pár napra. Jobban vagyok, itthon lábadozok, és arra gondoltam, hogy valami hasznossal fogom eltölteni az itthon töltött időt, mégpedig azzal, hogy a Norman Gamer setupját le fogom hozni az emeletről az ő szobájába. Régi témaeszköztünk, szeretném visszakapni a dolgozószobámat, stb. Úgyhogy itt van az alkalom arra, hogy ezt most meglépjem. Mindezt teszem azért is, mert az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat játszik, kontrollálatlanul, ellenőrizetlenül, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mennyit játszik. Azt halljuk, hogy egyre többet kiabál, idegeskedik. Nem tudjuk igazából az okát megfejteni, még mielőtt nagyobb probléma lenne. Arra gondoltam, hogy lehozom, mégiscsak itt jobban szem előtt van a gyerek. Na mi van, kisfiam, mi a helyzet? Apa, mi a helyzet? Apa, most nem bírok beszélni. A Laurát is látom állítani, hogy figyelje. Mi, mit csináltok? Apa, szerinted mit? Apa! Illetve hallani fogjuk, hogy éppen kikkel, mikkel, hogyan és miket csinál. Fölvettem azt, kiakadt módon, nagyon rossz lelki világban játszik, vitatkozik, mint hogyha ez lenne a világ közepe, ez a játék, és úristen, mint hogyha valami világbajnokság lenne. Akkor gyere lefele, akkor be kell felvezetni. Dehogy megyek! Basszus, apa! Normika! De nem érted, hogy nem bírok! Kicsit elkezdett rossz irányba elmenni ez a dolog. Most megpróbálom szétszedni a gépet, kitakarítom is egyúttal, leviszem a szobájába. Remélem, hogy tetszeni fog, és még mindig úgy gondolja, hogy ő szeretné, hogy a gépe lekerüljön. Majd meglátjuk, hogy sikerül ezt a dolgot kiviteleznem. Sikerült lehoznom és átépítenem ezt a jó kis setupját a Normiteleknek. Az a nagy helyzet van, hogy egy jó pár órát dolgoztam, és azért még annyira nem érzem még jól magam, de sikerült minden kábel elvezetnem, nincs más hátra, mint hogy ezt a gyereket, miközben hazajön az edzésről, jól meglepjem. Be is tettem szokásunkhoz híven egy jó kis Laura is normalos nyári videót, és mikor hazajön, ezt fogja látni, hogy ez fog menni a kis setupján. És megjött a Némi Normitelek, a kis karaté. Azt a füdös! Apa! Jézusom, de menő! Ezt szeretted volna? Igen! Bárhogy a milyen! Azt a füdös! Hallok, Normitelek! Azt a kis asztalt áthoztam ide a vendégszobából neked. Ott fogsz majd tanulni. És nézd meg, légy szíves, hogy jó lesz-e itt a setup. Úgyhogy gyere, üljél le, nézd meg, hogy miket kell állítani még a setupodon. Ahhoz, ezen már semmit, apa. Ahhoz, hogy jól nézd működjön már. Minden. Ki lehet mindent szépen húzni, majd be kell lőni magad. Azt a vidas, apa! Na, hallod, kis apró örömök, de mégis. Hogy meg tudjuk lepni egymást a hétköznapokban? Nincs más hátra, lehet csapatni, viszont ennek megvan a veszélye is, mégpedig az, hogy éjszakákat fogsz itt szépen stikibe és stikában szépen játszogatni meg ilyenek. Szemmel fogunk tartani, és a Laucika azt kéri, hogy ne üvöltözzél nagyon-nagyon nagyokat. Örülök, hogy tetszik, örülök, hogy meg tudtunk lepni. Apa jól megcsinálta neki, mit ne mondjak. Nem szoktam irigykedni annyira Normira, de hát azért így irigylem tőle, de nem bánom. És miért nem bánom? Azért nem bánom, mert kiürült a felső szoba. Apának az úgy sem fog kelleni, mert hát neki ott van az a sarok a hálószobájában, most az ott el van, nem? Nekem meg hát felviszek egy pár tudtok könyvet, közából felviszem ezt a lámpát, lehet bedugom, elhelyezkedek, majd ott fogok tanulni meg, áthívom barátnőket, bulizunk meg minden egy két évre körülbelül, át fogom venni apától, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont van még egy titkos szoba, ami sokkal komolyabb és jobb, mint a másik. Mit nem mondjak, tágasabb is. Ezt holnap ki fogom takarítani suli után. Beviszek paplant, párnát, beviszek plüss állatokat, mindent, ami csak kell. És azt csak én fogom tudni, meg ti. Jó, olyan van, feljönnek apáig, gyorsan bemegyünk oda, nem vagyunk itt. De igazából nem is mondom tovább, majd holnap meglátjátok. Oh, 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 oh
tili-tili telekek. Hát szép jó napokat! Na sziasztok, oskolások, hát milyen volt az oskola? Hát, jó volt ahhoz képest. Kaptam egy ötöst. Kaptál egy ötöst? Wow! Én meg egy egyes énekből. Micsodát? Egyes énekből. Hogy a büdös francba lehet egyes kapni énekbe? Nem tudsz énekelni, fiam? Mi? De most komolyan kérdezem. De ennyire nem tudsz énekelni, öreg, hogy egyes kapsz? Nem. Hát, rapper már nem leszek. Mi kapott egyest a Norman Laura? Nem az osztálytársam. Nem tudom. Hát jó, hát nem beszélitek meg, vagy ilyesmi? Hát hogy a francba lehet Norman, de most komolyan mondom. Nem figyeltem oda óra. Egyébként milyen napotok volt? Ahhoz képest jó. Töri dogám az 4-es. Írtunk 2-es. Mi nem 5-es? Mert mi nem? Mert kellett, nem tanult ő. Mert nem tanultam rá semmit. Mert tippelgetett, de ott tippelgettem, hogy sem volt óra. Benne maradt a fejembe órára. Mi lesz a mai program, hát, mit fogtok csinálni? Hát bemegyünk a szobámba fortlantozni, mert most kérlek apa, hagyj egy megtanít. Megtanítom játszani. Rájöttem a titkotokra, hogy amúgy a Geri játszott, nem alá. Jó, hát nyilván miután megnézted a videót, akkor kiderül. De az egy kicsit leszakadt az arcot, hogy hogy nyomtad hát kicsit, mi? Nyomtad, hogy izé, mondta, hogy is. Ó, micsi, de izé. Na jó, van, megtűzzetek le gyerekek, amely meglesnek nem sokára benneteket, jó? Ez igen, tudtok élni, gyerekeim! Hoppá, oda néz! A hercegek hercegnője, oda néz! Hogy Kenny Rice, figyelj, hogy szereti! Meg van őrülve érte, oda néz! Fortnite a mindenen! Hát még nem a legjobb, de... Hoppá, oda néz! Ó, mert ezt is tudja! Hát meg kell nyomni a balklinket! Mi folyik itt? Mit csináltok, gyerekeim? Tanítom Fortnite, az ürünk. Ne hülyéskedj! Megértük ezt is? Hagyd meg! Micsoda előnyök, kérem szépen, hogy itt lent van a gépe a normidereknek. Nincs meg a térképet, hogy hol a kör. Ja, benne vagy. De hol kell építeni? Megnyomod a Q betűt. Ott. Hát mi folyik itt, Tokimoto? Én is ilyen voltam, vagy csak a lányok kezdenek. Nem, te egyből tudtál mindent, öreg. Te annyira kemény voltál, te elég, hogy ránézel, te olyan vagy, mint az észak-koreai elnök, öreg. Hát esküszöm, a legtökéletesebb. Kaptatok el levelet? Szeretném, hogyha kibontanátok és megnézzétek, hogy mi van benne. Azt a büdös! Na mi van benne? Nem még minden Laura és Norman logó. Azt a... Gyerekeket miért? Ki rajzolt ezt? Picasso? Az mi a fehér autón? Úristen, igen, milyen részletgazdag gyerek! Igen, neve Fritz Dominik. Fritz Dominik? De várjál, de ezt néz, az M4. Az M4-et is lerajzolta, nem már! Megnézzük itt izéket, ilyen rajzolt. Aztán, hallod? Hát ezt szerintem még akár fel is tehetitek a falra, meg gyerekek. Meg itt is néz. Még olyan részletesen. Embert nem bírok, pálcikkal ember nehezem rajzol. Édes fiam, hát az, aki tulajdonképpen énekelni nem tud, az honnan tudna rajzolni? De rajzból is kaptam. Ez a egyes művészlélek. Már rajzból is kaptam egyes. Van egy levél. Hoppácska. Sziasztok! Dominik vagyok, 13 éves. Nagyon tetszenek a videóitok. Amikor kiraktok egy videót, már aznap megnézem, akár többször is. Fel vagyok iratkozva már az elejétől fogva, és azóta rendesen nézem a videótokat, és lájkolom őket. Ezzel a három rajzal szeretnék nektek kedveskedni. Egyébként gratulálok a 200 000 feliratkozóhoz. De jó fej! Sok szeretettel, Fritz Dominik. Fritz Dominik. Hát reméljük, így kell kiolvasni meg. Apukém. Na? Fritz, megvan, laptop töltő megvan, teló megvan, fákja tudsz megvan, színező megvan, jó, majd egy pármit még hozni kell, ennyi elég lesz, laptop fent, akkor mi kell még ennyi. Jó, akkor ennyi. Ezt lehet, hogy még elmagyni szövegért, úgyis pármit kell, és induljon az akció. Nem te mindig? Most
Amúgy remélem azért, hogy megengedi, hogy fent legyek, mert hát még nem kérdeztem meg. Kíváncsi vagyok, mit fog szólni hozzá. Szerintem tetszeni fog még, hogy ide berendezkedtem. De mutatok meg valamit, itt a titkos járaton. Itt van, amiről beszéltem, ez a titkos búvóhely. Annyi a lényeg, hogy ez görgőtlen borul, szóval ezt így könnyebb elhúzni. Már berendeztem, mint láthatjátok, és bemegyek, és lefekszek egy kicsit. Hallod kicsit, fiacskám, hogy még a tanci-manci? Jó, már éppen csinálom, de már unom. Hallod kisfiam, akkor figyelj, gyerünk, tarts egy kis szünetet. Gyere, légy szíves, föl most, hogy lehoztuk a gamer setupodat. Tudod, ja? Szeretném, hogyha adnál egy-két tanácsot, mert most szeretném én nagyon komolyan berendezni. Ja. Hát végre visszakaptam a kis szobácskámat, a kis dolgozó szobámat, egy kicsit átalakítanám. Jól van, amúgy átalakítanám, segítetek. De gyere már, légy szíves, nézzünk már rá egy kicsikét, jó? Amúgy segítetek, így is van egy pár jó ötletem, hogyha belegondolom. Meg tudod, dobodat oda félrehúztam, meg ilyesmi. Jönnek a pár. Na figyelj, ezt mondtam, mert ide most, hogy ehhez, tudod, hogy itt is legyen egy kis hely, oda beraktam a dobot, hogy ott nézd meg, elférsz, hogyha feljössz ide dobolni. Még lehet, hogy oda a sarok fele igazíthatnánk egy kicsit a dobot, tudod? Hát lehet, amúgy, én elférek teljesen. Várjál már, most nézem. Hallod? Te szucoltál ide föl. Ne hülyéskedj már, hát ez kinek a táskáját, ez nem az én táskám, fiam. Hát mert megint kifoglalja, most tényleg a Laura is följött ide. Ó, gyerekek. A kis 500 éves gépével megpróbálta letölteni a Fortnite-ot, mert itt a legjobban ezt fogadjunk. Tényleg? De hallod, de hol van most ő? Vagy mit csinál? Nem tudom, gondolom szobájában. Hallod, fiam, de most tényleg, most én még szólt neked, hogy ide be fel fogja hordani a cuccait? Nem, most komolyan. Ó, Istenem, de most komolyan mondom, tényleg, szóval, hogy szóljál, légy szíves, ha mész lefele neki, hogy apa üzenet cuccait innen takarítsa le. Én nem akarom, hogy itt legyen. Figyelj, most ez az én szobám, át akarom alakítani. Figyelj, tehát hogy rendeznéd te ezt a szobát be különben? Hát ugye nekem itt volt a gépem, olyan annak, de hogy ugye most gondolkodtál, veszel egy ilyen Apple számítógépet, vagy hogy hívják azt, tudod? Hát én gondoltam, hogy veszek egy új iMac-et, tudom? iMac, akkor azt és akkor itt elkezdtek, el akarok csinálni én is egyet. Jó kis billentyűzet, tudod. És akkor én azt csinálnám, hogy ezt az ágyat innen elraknám, és ide az ágy helyére betenném azt a két fehér széket. Mit szólsz hozzá? Mondjuk az jó. Önök nem bírnak ezt, figyelj, szerintem az ágy ide be fog így hosszába férni, úgyhogy csináljuk akkor azt, hogy gyere, tegyük át az ágyat, jó? Mekkora ötlet tényleg így beforgatni no, az ágyat. Na, ezt mondom. Na, ezt a, erre voltam kíváncsi. Akkor tegyük be. Na gyere, fogd meg onnan, azt pattintsuk el az ágyat. Nem bírom el! Ne hülyéskedj már! Ágyat nem bírsz el! Az ilyen nehéz! És ez komoly? Gyere még egyszer! Egy-kettő-három! Anya! Gyere föl, légy szíves! Torbi gyerek, nem bírja a karakter sor az ágyat! Ezt emeljél meg? Igen! Egy-kettő-három! Oké, és? Na gyerekek, na mit szóltok hozzá? Tök jó! Miss Lambox, kérem szépen, látjátok, erről beszéltem. Nézzétek meg, mekkora jó kis hely lett. És még ide is leülünk. Így van, jön hozzám valaki, szépen itt lesz a nagy monitorom, itt van a kis bőrszékem, szépen kifordítom, leülök ide, és kérem szépen mindent az irodába, tudom itt fogadni a kedves pacienseket, itt vendégeket, legyen. Ügyfeleket és mindenki mást. Itt lehet, hogy ki kéne innen menni. Nem vagyok egy félős lány, de hát sötét van. Szerintem lementek, most már beszélhetek hangosabban, de ez egy kicsit ijesztő. Valaki meg, mert akkor már félek egy kicsit azért, mit nem mondjak. Nem tudom. Nem tudom.
Szóval ez van, hogy le tudom kitolni, fekete sík van, mondom, le van kapcsolva a lámpa. De nincs semmi ízé, amivel ki tudok jutni. Miután valamit ide toltak, ahol csak ennyire tudom kitolni. De ahol is mindjárt lemerül, ezt nem hiszem, hogy gyorsan felhívom apát, amit tudom. Azért engem is megtaníthatná itt egy-két... Várjál! Hugot keres. Hugom? Aha. Mondjad, kislányom, mi van? Apa, fent vagyok! Gyere, gyorsan, fent vagyok! Fent van? Ez hülye. Mi? Nincs a szobájában? Ez hülye, ez valami... Lau! Most ezt szórakoztok valamivel? Én! Hát nem mondjad, hogy nincs benne a kezed ebbe a dologban. Most mi az, hogy fent van? Fent! Hát fent vannak a csosszai! Most mondom, fent! Ne hülyéskedj már! Apa, Istenem! Lau! Te hallasz valamit? Hol vagy? Itt van! Jó, hallott? Te bement ide a... Bement a bajáratba. Hát basszus! Hát hogy kerülsz te oda? Itt vagyunk, kislányom! Segítek, apa! Várjál, megint nem tud elbírni ezt a kurva karapét. Itt vagy, kicsi! Itt vagyok! Te mit csináltál, kislányom? Mit csináltam? Hallod, ez komoly? Igen, hát én fel akartam ide költözni. Ez hülye. Ide? De hova, hogy ide fel akart? Hát ez az én szobám. Itt hallgatóztam végig, itt nevedvéltem. Erre nem tudom, mit ide tettetek, kimentetek, és itt benn ragadtam, és itt üvöltöztem. Hallod ezt? Lemerült a telefonom. Hallod, mi átrendeztük a szobát, azt a kis csak beszorult oda. Hát a... Édes, drága, jó Istenem, kislányom, de most komolyan, de tényleg. Minek mész be? Mész lett volna kislányom? Hát gyere ki onnan, hozzad ki a cuccaidat kicsikén. Hát nem is hiszem el. Kajakra beköltözött a gyúba. Hozzad a cuccaidat is kifele. Még az a szerencse, hogy fölhívtál, hallod. Nem azt, hogy gondolnátok, hogy ott vagyok be. Hát de honnan gondoltuk volna? Hát még itt fönn voltam háborodva, vagy itt vannak a ceruzáid, meg minden. Miért nem gondoltátok, hogy azt hittétek, hogy a szobámban vagyok? Tudom, hogy azt hittétek, mert mindent hallottam egész végig. Azt hittük, igen, hogy bent vagy a szobámban. Álmomban nem gondoltam volna, hogy tulajdonképpen te oda be vagy fészkelve abba a lukba. Miért nem néztek meg, hogy a szobámban vagyok? Gyere, szedjed össze a cuccokat és irány lefele. Ott van a táskád, már is szétdobálva minden. Gyerünk, megyünk lefele. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönjük szépen Frizz Dominiknak, a rajzokat menni fog a bögre. Sziasztok!